Köszöntöm a Szóbeszéd kedves nézőit! Kassa megye és Borsodobói Zemplén megye már több éve azon dolgozik, hogy területeiken olyan projektek valósuljanak meg, melyek a regionális fejlődést segítik elő. A beruházások és fejlesztések jelentős része Európai Uniós támogatásból valósul meg, melyek lebonyolítását a kassai székhelyű Via-Kárpátia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás végzi. Mai adásunkban többek között a régióban élők számára elérhető lehetőségekről és a támogatás, illetve a pályázás feltételeiről beszélgetünk vendégünkkel. Üdvözlöm a stúdióban a Via-Kárpátia EGTC igazgatóját, Orbán Máté Juliannát. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Bár aktuális téma a Via-Kárpátia EGTC által lebonyolított pályázatokat, illetően a kisprojekt alap harmadik kiírása, de mielőtt még ennek a részleteiről beszélnénk, igazgatóasszony, kérem, mutassa be ezt a csoportosulást, mikor és milyen céllal alakult a Via-Kárpátia EGTC? A Via-Kárpátia EGTC 2013-ban jött létre a két megye által. Borsodabói Zemplén megye és Kassa megye régóta együttműködtek, ugye nagyon sok közös vonás van ebben a két régióban, és ez egy természetes folyamat volt, hogy valójában az Európai Unió által meghatározott új eszköz, az EGTC egy új együttműködési szintet hozzon létre. Tehát ez a két megye automatikus, amikor ez a lehetőség megnyúlt, akkor éltek ezzel a lehetőséggel, és megalakították ezt a csoportosulást. 2013 óta ugye sok minden megtörtént, és sok minden lezajlott, ami lehet, hogy lényeges megemlíteni az az, hogy ugye az EGTC pont egy olyan időszakban alakult, amikor már az előző programozási időszaknak a forrásai csak nem mind fel lettek használva. Tehát azból kellett élnünk, amilyen lehetőségeink voltak, általában inkább állami forrásokból, úgy a szlovák, mint a magyar kormány által nyújtott lehetőségekből próbáltunk finanszírozni egyes tevékenységeinket. És természetesen ez elegendő idő volt arra is, hogy fel tudjunk készülni a következő programozási időszakra, és arra fókuszáljunk, amire majd a jövőben szeretnénk projekteket megvalósítani. Ez szerintem sikerült is, és ma már ott tartunk, hogy azt, amit beterveztünk az előző években, azokat most már megvalósítjuk elég jelentős mértékben a régióban, és én remélem, hogy ezt majd a lakosok is ki tudják értékelni egy bizonyos idő után, amikor a projektek már teljes mértékben megvalósulnak. Milyen feladatkörei vannak az EGTC-nek? Az EGTC-nek a fő feladata az, hogy olyan projekteket hozzon létre a két régió számára, amely a lakosságnak az életminőségét kéne, hogy növelje. Ugye, úgy, ahogy említettem, ezek a problémák, meg az örömök is nagyon közösek, és a problémák az ugye kimondottan olyan területeket érintenek, ahonnan elvándoroltak a fiatalok, sok idős maradt egyes településeken, városokban, és a mi célunk az az, hogy olyan projekteket hozunk létre, amelyek egy az munkalehetőségeket hoznak létre, egy az életminőséget növelik, akármilyen, akár oktatási, vagy bármilyen más aktív tevékenységekben a régióban. Tehát a fő célunk az az, hogy általunk meghatározott négy területen belül tevékenységeket végezzünk el. Az egyik az a kis és középvállalkozóknak a támogatása, a természet és kultúrában való projektek megvalósítása. Utána természetesen az oktatás, próbálunk úgy a alapiskolai szintű egészen közép- és egyetemes diákokkal együttműködni és segíteni őket, mivel ugye a mai világ az már eléggé előre haladott, ami az IT technológiákat illeti, úgyhogy próbálunk ebben a területben is tevékenykedni. Na és természetesen a EGTC-nek a nevéből ered a Via Carpathia, ami egy tranzitútvonalat jelent, és erre a tranzitútvonalra próbáltunk fókuszálni az elmúlt időszakban, amelynek az a célja, hogy kiépüljön egy észak-déli koridor, amely összeköti a kevésbé fejlett kelet-európai régiókat. Az interneten is olvasható jelige alapján közös történelmi, kulturális és nyelvi hagyományokat kötnek össze. Ez a gyakorlatban mit jelent? Hát úgy, ahogy említettem, általában ezek mindig projekteket jelentenek. Próbáljuk összehozni a régióban lévő intézményeket, és azokat, akik bizonyos hosszú távú tevékenységet végeznek a régióban,
Például, ami a kultúrát és a történelmet érinti, olyan intézményeket, amelyek egy a megye fennhatósága alá tartoznak, de természetesen olyanokat is, amelyek akár a non-profit szférából, vagy a egyéb más jellegű tevékenységeket végző intézményekből erednek. A lényeg az az, hogy mind a két régióban eredményt érünk el. Tehát ne legyen csak egy oldali együttműködés, de két oldali legyen, és azok, akik részt vesznek ebben az együttműködésben, azok olyan tevékenységeket végeznek, amelyek fejlesztik az ő intézményrendszerüket. Az igazgatóasszony említett 4 területet. Miért látták úgy, hogy fontos egy ilyen támogatási rendszer kialakítása? Ez a 4 terület, ez egy ilyen automatikusan meghatározott terület volt, mert ugye feltérképeztem mind a két régióban azt, hogy mi az, amit fontosnak találnak egy az a megye elnökök, és mi az, ami a területfejlesztés területén érintett téma. És ez a 4 volt az, ami mind a két megyén belül ugyanaz volt és adott volt, és ebből kifolyólag indult ez a tervezés, és erre próbáltuk aztán a projekteket ráirányítani. És ugye természetesen az is, ugye, hogy az előtt is, amik az EGTC-nél volt, ez az együttműködés jelen volt, és ezekben a témakörökben is már voltak projektek, különböző rendezvények, stb. Tehát ez egy ilyen felmérés volt, feltérképezés az adott két régiónak, amiből eredt ez a 4 témakör. Ez alapján jöttek létre a projektek, és ezek a projektek valójában kisebb-nagyobb terjedelemben egy vagy több partnerrel valósulnak meg most a régióban. És amit még fontosnak tartok hangsúlyozni, az ugye az, hogy menet közben ugye kialakult az is, hogy sikerült bekerülnünk egy munkacsapatba, amely a Szlovákia-Magyarország operatív program tervezésével foglalkozott, és ott sikerült elérnünk azt, hogy valójában a kis projekt alap pályázatot sikerült elnyernünk, és a régióban több mint 6 millió euró összegben kis projekteket osztunk szét rendes pályázati keretek között. A Via Carpatia EGTC alapítói Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, úgyhogy ezt már említettük is. Mely megyék érintettek még ezen kívül a határon átnyúló együttműködésben? Természetesen igyekszünk ugye együttműködni több régióval is, nem csak konkrétan a miénkkel, a mi alapítóink, ez a két megye, ugye ahogyan is említette, de az együttműködésünk az nagyon széles, nem csak szlovák-magyar viszonylatban, de például a Via Carpatia tranzitút témakörrel kapcsolatban a lengyelekkel nagyon jó együttműködésünk van, a románokkal is, görögökkel, bulgárokkal, de ugyanúgy németekkel, szlovénekkel, olaszokkal. Tehát én úgy gondolom, hogy most már az EGTC felnőtt egy olyan szintre, hogy Európai Uniós szinten majdnem minden tagállamból vannak partnereink. Megvalósítunk jelen helyzetben olyan projekteket, ahol 10-15 partnerünk van Európai Uniós országokból, tehát a területünk adott az alapítóink által, de az együttműködés az ugye nyitott, és az nem ismer határokat, és azért úgy gondolom, hogy minden egyes régió, amely hasonló témával foglalkozik, mint mi, a számunkra partner. És ha a szűkebb régiót veszük, tehát szlovákiai és magyarországi partnereket, akkor mondjuk Szlovákia esetében ugye Besztercebánya megye. Magyarország esetében? Igen, itt ez konkrétan a kisprojekt alapot érinti, tehát a kisprojekt alapon belül Besztercebánya megye, Kassa megye a szlovák területen, akikkel együttműködünk, és akik a mi természetes partnereink, és magyar oldalon pedig Heves-Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és természetesen Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Ez így a keleti területet fedi le, így Szlovákia és Észak-Kelet-Magyarország terén, de ez kimondottan a kisprojekt alap, tehát egy projekt keretén belül ez a 6 régióban mi partnerünk. Egyébként pedig szélesebb az együttműködés. Természetesen, igen. A Via Carpatia tehát a keleti régiót fedi le. Országos szinten milyen hasonló csoportosulásról tud beszámolni, mondjuk például Nyugat-Szlovákiát illetően? Nyugat-Szlovákia ugyanúgy le van fedve EGTC-kkel. A kérdés az ugye, hogy szlovákiai bejegyzésű vagy magyarországi bejegyzésű. Ugye a mi EGTC-nk a Szlovákiában lett bejegyezve, azért is van a székhelye Kassán, és a elnökségünk pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mert az EGTC-nek az elnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnök, és az alelnöke a Kassa megyei elnök,
És ez nálunk kimondottan azért lett így, mert ugye szlovákiai bejegyzésű EGTC van. Például Nyugat-Szlovákiában fordított a helyzet annál az EGTC-nél, akik ugyanúgy kis projekt alapot bonyolítanak le, mert ők Magyarországon vannak bejegyezve. Tehát ott van a székhelyük, de ugyanúgy Szlovákiában van ugyanúgy még testvér megyei partnerségük, és például ők hasonló tevékenységeket végeznek, mint mi, többek között a kisprojekt alapot bonyolítják le a nyugati programterület számára, de rajtuk kívül vannak még más csoportosulások, ami mondjuk fontos megemlíteni az az, hogy Szlovákián belül, Szlovákiában bejegyzett EGTC, tudomásom szerint kettő van olyan, amelyik teljes szinten működőképes, az egyik az a miénk, a másik pedig egy nyugati EGTC. Több EGTC található Magyarország területén, ugye ott a magyar kormány elég jelentős mértékben támogatja ezeket az EGTC-ket, és fontosnak tartja ezt a témát, ezáltal ott több EGTC is létrejött az évek folyamán, meg ugye nem beszélve arról, hogy ugye a határai is több országgal kapcsolódnak, tehát ebből kifolyólag a lehetősége is több arra, hogy EGTC-ket hozzon létre. Én úgy gondolom, hogy ez a rendszer egy nagyon jól működő rendszer, partnerségeket ápoló és fenntartó rendszer, és szerintem a hatásait már ott azokban a kisebb mikrorégiókban a lakosság is és az ott élők érezhetik. Ha már a hatásokról beszélünk, lát-e valamilyen különbséget a lehetőségekben Kelet-Szlovákia és Nyugat-Szlovákia között? Természetesen érezhető a különbség Kelet-Szlovákia és Nyugat-Szlovákia között, ugyanúgy, mint Észak-Magyarország, Észak-Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország között. Úgy gondolom, hogy próbáljunk mindig élni azzal a lehetőséggel, ami van. Tehát ugye sokat tudnánk most arról beszélni, hogy milyen hátrányos helyzetben van mondjuk rá a mi keleti régiónk, hogyha azt veszük, hogy akár az autópálya kiépítése ugye Szlovákia területén egyelőre még nagyon a jövőben van. Ami pozitívum az az, hogy ugye Magyarország nagyon nagy lendülettel elindult, és Miskolctól Kassáig hamarosan megépül az autópálya, ami szerintem nagyon nagy lehetőséget fog nyújtani az összes régiónak, akik körülöttünk vannak, ugyanúgy akár a lengyelektől is, mert hogyha úgy veszük, akkor egy úttal le tudnak jutni már Budapesttől bárhova. Ezeket a tényeket nézve természetesen nem olyan egyszerű a mi helyzetünk, de például, ha Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor szerintem itt inkább arról szól, hogy kinek milyen pályázata van, és kinek milyen minőségű a pályázata. Tehát itt én nem érzek olyan különbséget, aközt, hogy most keleti vagy nyugati régióról van szó. Szerintem a partnerség az a fontos, tehát mennyire erős egy partnerség, mennyire jó egy gondolat egy pályázaton belül, és hogyha ez papírra is úgy van leírva, hogy ezt egy értékelő pozitívan tudja felfogni és pozitívan tudja értékelni, akkor természetesen szerintem nincs különbség, hogy most keletről vagy nyugatról jön el a pályázat. Milyen lehetőségek vannak jelenleg? Milyen pályázatok futnak most? A programozási időszak vége felé tartunk. Némely programokban a források már ugyanúgy ott tartunk, hogy elfogytak, vagy már most éppen szerződéskötés alatt állnak azok a pályázatok, amelyek nyertesek voltak. Itt kimondottan a határon átnyúló együttműködésre gondolok. Ami pedig az egyéb forrásokat illeti, hát ugye most a jelenlegi helyzetben és a vírus által hátrányos helyzetbe kerülő egyes vállalkozások, intézmények számára nagyobb forrás lesz majd megkínálva, vagy nagyobb forrásra lesz majd pályázni. A módszer és az, hogy milyen körülmények között, az még ugye kérdéses, azt még csak látni fogjuk, de biztos, hogy még 2023-ig pályázati lehetőségek ezen a szinten lesznek. Egyébként jellemző az, hogy egyéni kérelemre is van pályázati lehetőség, vagy támogatás, mondjuk tehetséggondozásra? Egyedi kérelmekre van lehetőség, ez mindig magát az egyes intézményt érinti, az egyes minisztériumot, az egyes olyan kormány által létrehozott intézményt, amelynek van forráskerete is. Tehát egyedi kérelmekre esély eddig volt. Én úgy látom, hogy erre lenne esély a jövőt tekintve is. Úgy, ahogy szerintem az a fontos, hogy valójában egy intézmény, aki pályázik, annak legyenek eredményei. És hogyha ezt látja egy elbíráló bizottság, vagy látja ezt egy intézmény, amelyik felhívást hirdet meg, akkor szerintem már maga az értékelés is máshogy zajlik. Hogyha a régióban reális tevékenységek vannak, olyanok, amelyeket komolyan
bármikor le lehet ellenőrizni, bármikor lehet látni azokat a kilépő indikátorokat, akkor szerintem azzal gond nincsen, hogy egy intézmény forráshoz tudjon jutni. Érintette már a pénzforrást, ugye most végződik ez a 7 éves költségvetési időszak. Összességében 7,3 millió euró jutott pályázatokra. Megkapta az IGTC a teljes pénzcsomagot, és sikerült-e kimeríteni? Igen, megkapta. Tudni kell, hogy itt ebben a határon átnyúló együttműködésben ez egy visszafizetős elven alapuló rendszer, tehát ez annyit jelent, hogyha valaki megvalósít pályázatot, akkor csak az elszámolás után kapja vissza azt, amit belefektetett a pályázatba, ez most így nagyon egyszerűen mondtam. Nálunk az a pozitívuma most, hogy ugye, ahogy említettem, sok pályázatunk beérkezett, nagyon sokan már különböző tevékenységeket végeznek a régióban, és természetesen ebből kifolyólag költségeik is születnek, és ezeket elszámolják majd, és ezáltal ezt a pénzösszeget minél tovább, annál gyorsabban csökkentik, tehát igen, valójában ez a forrás már, mondhatjuk így, folyamatban van az, hogy már ne legyen. A 7,3 millió az az összköltség volt az egész pályázatra, amiből tudni kell, hogy egy része az a menedzsmentre ment, arra, hogy ugye magát a kiírást, az értékelést és az egész folyamatrendszert irányítva legyen, és a maradék, tehát ez a 6,3 millió körülbelül az, ami magába a régióba megy. Kassa megye elnöke, Rasztyiszlav Trunka pozitívan értékelte a megyék együttműködését, Benni Gál Bogárka, Borsodobói Zemplén megye közgyűlés elnöke így látja a közös munkát. Óriási szerepe van a turizmusnak, kultúrának, óriási szerepe van a közösségfejlesztésnek ezekben a pályázatokban, hiszen közösségben élünk, közösséget kell, hogy fejleszünk a határ mindkét oldalán. Közösen kell, hogy gondolkodjunk, hiszen magyarok vagyunk, és azt gondolom, hogy ezzel tudjuk megtartani a kultúránkat, ezzel tudjuk megtartani a nemzeti értékeinket. A regionális szinten megvalósuló kisebb terjedelmű pályázatok a kisprojekt alap keretében valósulnak meg. Ez miről szól? A kisprojekt alap egy kisléptékű pályázati rendszert jelent, ami röviden annyit jelent a nézők számára is, hogy jobban megértsék. Egy éven belül megvalósuló pályázatokról van szó, amelyek 20-tól maximum 50 ezer euróig terjedő összegben valósulhatnak meg, 15% önrész mellett. Két témakörben írtunk ki felhívást, az egyik a természet és kultúra. Ez az egyedüli olyan tengely volt, amely keretén belül lehetett beruházásokat is megvalósítani, tehát kisebb felújításokat, vagy nagyobb esetleg berendezések megvásárlását. A másik pedig az intézmények közötti együttműködés, ez egy tágabbra szabott felhívási lehetőség volt, ahol inkább soft elemeket, tehát különböző rendezvényeket, workshopokat, fesztiválokat lehetett megszervezni. Ugyanúgy természetesen berendezéseket és egyéb eszközöket be lehetett szerezni, de itt már nem volt lehetőség valamilyen beruházás elvégzésére, konkrétan felújításokra vagy építeni valamit az adott régió területén, erre csak az egyes tengely adott lehetőséget. Valójában a feltétel volt, hogy egy magyar és egy szlovák partner vegyen részt az érintett 6 régióból, tehát ez az egyik feltétele még ennek a pályázati lehetőségnek. Én úgy látom, hogy nagyon sok olyan intézmény kezdett együtt dolgozni és együtt gondolkodni, akik azelőtt mondjuk erre nem láttak lehetőséget, és ezért ez a kis projekt alap nekik egy olyan lehetőséget nyújtott, amit lehet, hogy eddig nem is tudtak, vagy nem használtak volna ki. A területen nagyon sok értékes projekt jött létre, és valósul meg még jelenleg is. Én úgy gondolom, hogy kisebb intézmények számára, amelyek nem tudnak nagy projektekben részt venni, ugye mivel nagy részt ezek az Európai Uniós pályázatok előfinanszírozási alapon működnek, tehát előbb el kell a projektet meg kell valósítani, és utána számolnak csak el. Kisebb intézmények számára ez nagy problémát jelent, mert ugye nincsen olyan forrás lehetőségük, amelyet így meg tudnak forgatni egy-két éven belül. Ebből kifolyólag a kis projekt alap ez egy kisebb összegű, kisebb időre szánt pályázat, és azért ezeknek az intézményeknek ez szerintem egy nagyon jó lehetőség. A legutóbbi értékelés keretében 29 benyújtott pályázat kapott támogatást, és a kedvezményezettek között összesen 1,24 millió euró került szétosztásra. Szlovákiai és magyarországi pályázókat is megkérdeztünk.
Szeretnénk összekötni a hagyományos kézműveseket, a gömöri kézműveseket és a palócföldi kézműveseket Magyarországról. Több rendezvényt fogunk szervezni, lesznek edukatív rendezvények, ahol egymást fogják tanítani a kézművesek. Szintén szeretnénk megrendezni nemzetközi csipkekészítő fesztivál, és aminek talán a legjobban örülök, aminek gondolom, hogy nagyon jó lesz a hírneve, kiadunk egy kis szótárt, ami szakkifejezésekről fog szólni, többféle szakkifejezés, amit használnak a kézművesek. A cél pedig pontosan ez, hogy egymás országainknak a termékeit és vállalkozóit összekössük, megismertessük a másik oldallal, és remélhetőleg ebből potenciális üzletek és potenciális partneri viszonyok létesülnek majd, amelynek akár ez is lehet az eredmény, hogy egy magyarországi termék akár el tud indulni Szlovákiában egy disztribúció, egy forgalmazása, vagy éppenséggel fordítva egy szlovákiai termék tudja éppen megvetni a lábat Magyarországon. Magyarországi partnerünkkel, Vásáros-Teményi Polgári Társulással szeptembertől kezdjük a megvalósítását a rendezvényeknek. Ez Kassán, majd Szepsiben veszi kezdetét. Nekünk nagyon komoly célkitűzés a régió IT utánpótlás nevelése, a fiatalok, a tehetséges fiatalok helyben tartása. És erre a célra dolgoztunk ki a szlovák partnerrel közösen egy képzési programot. Nekünk Miskolcon egy nagyon komoly LEGO robotikai tematikánk van, már évek óta fejlesztjük, a kassai partner pedig a Design Thinking módszertant fogja áthozni a mi képzési programunkban. Mit mutatnak az elmúlt év tapasztalatai? Van érdeklődés a kiírások iránt? Van, aminek mi ugye nagyon örülünk. Most meglepő is volt, hogy valójában az utolsó értékelési körnél nagyon sok pályázat érkezett be. Úgy gondolom, hogy ez azért is van így, mert ugye minél tovább, annál kevesebb forrás lehetőség van, tehát mindenki él azzal, amiről tud, és ahol esetleg van valami nyitott pályázati lehetőség. Sok érdekes pályázat jött be most is, és ha minden igaz, akkor körülbelül egy pár héten belül fogjuk látni azt, hogy melyik az, amelyik tartható, melyik az, amelyik nem. És egyébként a kis projekt alapot nézve a korábbi kiírások tekintetében is, mennyire van igény erre a szlovák-magyar határon átnyúló együttműködésre itt a régióban? Hosszú távon nagy igény van rá, ugye eleve a Szlovákia-Magyarország operatív programnak ez is az egyik fő célja, hogy a határmenti régióban élőket támogassa, mert itt nagyon sok olyan értékes intézmény van, amelyek ezzel a lehetőséggel élnek. Ugye nálunk ez a támogatási rendszer úgy működött, hogy volt egy pilot felhívásunk még 2018-ban, utána egy következő felhívásunk volt 2019-ben, amely nyitott jellegű volt, és 4 értékelési kör volt benne. Az értékelési kör annyit jelent, hogy a pályázatra egyfolytában lehetett beadni pályázatot, csak bizonyos időszakonként mi kiértékeltük azokat a pályázatokat, amelyek beérkeztek. Most ugye az utolsó, a 4. értékelési kört értékeljük ki, az oda beérkezett pályázatokat, és az alapján majd látjuk, hogy nyílik-e még esetleg esély egy harmadik felhívásra, amit esetleg össze fogunk megjeleníteni. Tehát akkor ennek az a feltétele, hogy marad-e pénz a pénzcsomagban? Így igaz. Úgy próbáltuk valójában ezt a feltételrendszert megalakítani, hogy nem mondom azt, hogy aki kapja, marja, de valójában az, aki minél előbb ad pályázatot, és minőségileg megfelel annak, ami az elvárás a program keretén belül, az természetesen pályázati támogatásban részesül, és ugye, mivel a keret az nem végtelen, de ugye adott, hogy mennyi, ebből kifolyólag aki hamarabb adott be, és aki ügyesebb volt, annak természetesen támogatásban lesz majd része. És természetesen azok, akik esetleg később, vagy nem érkeztek olyan minőségben beadni, próbáltuk mindig a pályázókat biztatni, hogyha volt valami, ami nem volt jó, azt egy kicsit küszöböljék ki, tegyék rendbe a pályázatot, változtassák, megjöjjenek hozzánk egyeztetni. Ugye nekem a kolléganőim ott vannak minden nap arra, azzal a céllal, hogy ugye ha jön valamilyen pályázó, akkor tudják nekik mondani, hogy hogyan és mint kell a pályázatot elkészíteni. Tehát több olyan alkalom is volt, hogyha valaki kiesett, akkor beadta újra egészen addig, amíg az a pályázat nem volt olyan minőségi szinten, hogy az támogatásba részesüljön. Abban az esetben, ha marad pénzforrás a csomagban, akkor kik pályázhatnának ősztől?
Ugye a rendszer nem változik, tehát mindig ugyanazok pályázhatnak, mint eddig is. A lényeg az az, hogy ugye ne profitorientált intézményről legyen szó, tehát például vállalkozások ugye nem pályázhatnak, de falvak, városok, non-profit szervezetek, polgári társulások, iskolák, alapítványok, tehát ezek mind támogatott intézményeknek számítanak. A weboldalunkon ott van az összes intézmény, amelyik pályázhat úgy Szlovákia, mint Magyarország területén, és eddig nem volt ezzel a problémánk, mert nagyrészt mindenki, aki benyújtotta, az olyan intézmény volt, aki támogatásban is részesülhetett volna maga az intézményrendszer által. És továbbra is maradna az a két témakör, ami most is volt a kis projekt alap esetében? Igen, azzal, hogy itt tudni kell, amit említettem az elején, hogy ugye az egyes tenge, ez a természet és kultúra, ott azért jóval kisebb összeg volt az összes projektre számban, mint a négyes tengelyen belül. Tehát, hogyha így arányban vennénk, akkor a 25% volt az egyesben, és 75% a négyesben. Az egyesre nagyon nagy igény volt, pont ezért, mert beruházási tevékenységeket is meg lehetett valósítani. Ebből kifolyólag ugye de sok pályázat érkezett be, valószínű, több mint valószínű, hogy már csak a négyes tengerrel lehet lesz majd pályázni össze. Én bízom benne, hogy ez a tájékoztatás pályázásra ösztönzi majd azokat, akik ezt eddig esetleg nem tették meg. Pont ezért említsük még meg röviden, hogy kihez fordulhatnak azok, akik bekapcsolódnak az esetleges következő felhívásra, gondolk itt akár egy folyamatos egyeztetésre, segítségnyújtásra a pályázatírás során. Természetesen hozzánk, tehát buzdítanék mindenkit, hogyha van valamilyen elképzelése, vagy esetleg pályázni szeretne még, akkor a Via Carpathia EGTC-t keresse fel. Ahogy említettem, ugye Kassán van a székhelyünk, de természetesen a kolléganőim, hogyha nagyobb érdeklődés van bizonyos mikrorégióból, akkor ki tudnak utazni, egyeztetni tudnak helyszínen is. Úgyhogy rendelkezésre állunk úgy telefonos, e-mailes, mint személyes kapcsolattartás terén is. Orbán Máté Juliannának köszönöm a beszélgetést, a nézőknek pedig, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!